Szeretettel köszöntünk mindenkit a délelőtti istentiszteleten. Nyitó énekként énekeljük a 387-es számú éneket. 387. Atyánk, különös hálával tartozunk végtelen kegyelmedért, jóságodért. Köszönjük, jó atyánk, hogy elküldted egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, drága megváltónk, lejöttél, és drága életedet feláldoztad érettünk bűnösökért, azért, hogy mi örök életet, üdvösséget nyerjünk általad. E drága nyugalom napon kérünk, áldott Szentlélek Istenünk, jöjj, lakozzál a mi szívünkben. Segíts itt létünkben, hogy a te áldott szent lelked átformáljon bennünket a te képmásodra, hogy hasonló váljunk te hozzád. Jó atyánk, mi néped, itt állunk dicsős színed előtt. Kérjük szombatnapi áldásodat, amit megígértél, árazd a te népedre. Agyad, hogy itt létünkben megerősödjünk, testben, lélekben és igazságban, hogy így tudjunk tégedet szolgálni életünknek minden idejében. Jó atyánk,
Megkérünk, áld meg szolgádat értelemmel, bölcsességgel. Áld meg a Te ígédet a mi szívünkben, és segíts, hogy a Te ígéd által megteremjük az örök életre való gyümölcsöt. Most megkérünk, áld meg kedves vendégeinket, hitünknek barátait. Adjad, hogy megismerjenek Tégedet, elfogadjanak, és kövessenek Téged mindenekben. Istenünk, megkérünk, a Te néped között nagyon sok a beteg. A Te áldott, megszentelő karjaiddal vedd körül őket, és segíts, hogy legyen hitük, legyen bizodalmuk Te benned, mert hiszük, hogy nem sokára el fogsz jönni az égnek felhőin, és aki készen lesz, és aki vár Tégedet, ott lehetünk dicső országodban. Köszönjük, hogy meghallgatsz. A Jézus nevében kérünk. Amen. Tisztelt gyülekezet, néhány kijelentést hallgassunk meg. Héten kaptam értesítést, hogy Mélykerten, Stupin helységünkben, intézményünkben szeptember 11 és 14-e között adventista egészségügyi kádereknek a kongresszusa lesz. Tehát mindenem az egészségügyhöz tartozik, tehát orvosok, asszisztensek, pszichológusok, vagy tehát minden, ami valamilyen formában az egészségügyhez tartozik, őket várják erre a különleges kongresszusra. Nem tudtam kinyomtatni, van egy 2,5 oldalas A4-es lapokban számolva aprólékosabb útmutató, de akit esetleg érdekel itt a végén, akkor számítógépen keresztül elolvashatja. És ott lényegében csak az út oda és vissza ez, amit kell állni, a többi szállás és koszt az minden ingyenes, és nagyon sok felől jönnek, és különleges előadók fognak egészséggel kapcsolatos témájú előadásokat tartani. Tehát szeptember 11 és 14-e között, és ami még fontos, tehát aki megy, ez előre kell, hogy értesítse az ő jövetelére az ott levőket, a rendezőket, és ennek is megvan egy bizonyos forma nyomtatvány, amit ki kell tölteni, és ilyen módon lehetséges ez. Tehát aki konkrétebben érdeklődik, az megkérem, hogy szóljon. Jövő héten, vasárnap, augusztus 31-én egy ünnepélyes esküvői istentisztelet lesz itt ebben a gyülekezetben, és pedig Robinak és Anitának az esküvője. Tehát megkérném a gyülekezetet, akik majd jövő héten is itt lesznek, én nem leszek jelen, hogy jövő héten is jelentsék ki. Tehát egy hét múlva, hónaphoz egy hétre, augusztus 31-én esküvői istentisztelet lesz itt ezen a helyen. Ugyanakkor értesítést kaptam, hogy a leckék megérkeztek, de még nem a gyülekezetünkbe, hanem valahova ide Nagyváradra, mivel nem volt nyitva szabadságidő miatt a könyvesboltunk, tehát gondolom, hogy az A gyülekezethez érkezett. Megpróbálunk a déli órában megkeresni, hogy merre is vannak, és hogyha már délutánra itt a gyülekezetbe érkezik, akkor már kiosztásra is kerülhet. És ugyanakkor, akik szeretnének ilyen kiegészítőt vagy kommentárt a leckéhez rendelni, ez lehetséges, ha jól tudom, 5 lejes áron. Erre is megkérném, hogy Nagy Józsi testvérnél iratkozzanak fel, akik szeretnék, hogy olyan formában tudjuk ezt megrendelni, ugyancsak időben, hogy mire kezdődik az új negyedév, akkorára essen jelentsen akadályt. Köszönöm szépen a figyelmet, és további szolgálatokra is kívánjuk a Jóisten áldását, most pedig hallgassuk meg a felolvasást. Ünnepeink Isten ajándékaiért. Az evangélium Isten minden felülmúló ajándéka.
Máté 24:14 a következő képen szól. És az Isten országának és az evangéliumnak hirdetik majd az egész világon, bizonyságon minden népnek is, akkor jő el a vég. Isten ajándékokat ad az evangélium hirdetése céljából. Ellen White kijelenti, rövid idő alatt elvégezendő nagy műve van Istennek. Az ifjakra rábízta az értelem, az idő és a javak talentumait, és felelősnek tartja őket abban, ahogyan felhasználják ezen értékes adományokat. Hívja őket, hogy jöjjenek előre, álljanak ellen a romlásnak, a rohanó kor elbűvölő hatásainak, képezzék ki magukat az ők művük végzendő munkára. Csak akkor válhatnak alkalmas munkásokká, ha szívüket és energiájukat az előkészület munkájába fektetik. Felhívás, fiataljaink, rendelkezzenek az energia, a frissesség és az életerő ajándékaival, amikhez a Szentlélek kitöltetése párosul. Isten nagy munkája így megy majd végbe. Ma, amikor visszaadjuk Istennek tizedünket és adományainkat, miért ne tennénk ezt az ifjaink jövőjébe való befektetés és az evangélium munkája befejezésének tudatában? A mai adakozás a helyi gyülekezet költségvetését szolgálja. Összegyűjtjük a tizedet és az adományokat. Drága mennyei Atyánk, megköszönjük neked azt, hogy itt lehetünk ezen a déli órában, a te szent hajlékodban. Köszönjük, hogy elhozhattuk az adományainkat és a tizedet. Kérlek, segíts, hogy az otthon maradottat felhasználjuk kellőképpen, legyünk tisztelettel te irántad, próbáljunk meg mindig mindenben az igaz jó dolgokra törekedni. Adj értelmet, bölcsességet, hogy megértsük a délelőtti Isten tiszteletet, de légy kérlek betegénkes, légy mindazokkal, akik ezen a déli órában nem lehetnek itt köztünk. Óvjad, védjed őket, vezesd útjukat, és add, hogy mindig mindenben az igazság útját kövessük. Köszönjük, hogy meghallgatsz, mert Jézus nevébe kértük. Amen.
Tisztelt gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen délelőtti alkalommal. Szeretettel köszöntjük az interneten keresztül jelenlevőket is, és mindenki számára egy áldott együttlétet kívánok. Most, amikor ismét összegyülekeztünk, hogy Isten igéjéből tanulmányozzunk, és próbáljunk útmutatást, vezetést keresni a további életünkre és szolgálatunkra. A mai délelőtti Isten tiszteletünknek, ha egy címet adnánk, akkor az lenne, hogy a rabság felé vezetett nép. Tulajdonképpen nem másról szeretnénk tanulmányozni, mint szeretném, ha áttekintenénk a Királyok első és a Királyok második könyvét, úgy nagy léptékben, és pedig a királyoknak az életét egy kicsit megvizsgálva, és magával ezzel a címmel is próbáltam egy kicsit érzékeltetni azt, mármint ahogy fel van írva, hogy hát amikor az ember a rabság fele megy, akkor az egy lefele vezető útvonal. És Izrael népe, tudjuk, hogy milyen csodálatos helyzetben volt a Salamon idejében, és aztán pedig hova jutott a rabságba. De értek, hogy nyissuk meg Bibliánkat, és először a Királyok első könyvének 15. fejezetét lapozzuk fel, és itt ott a 15. fejezetben a 9. verstől olvasnám egészen a 15. versig. Tehát így olvasom. A Jeroboámnak, az Izrael királyának a 20. esztendejében Assa lett a király Júdában. És uralkodék 41 esztendeig Jeruzsálemben, és az ő anyjának Maakka vala neve, az Abisálom leánya. És Assa azt cselekedé, ami kedves volt az Úr szemei előtt, mint Dávid, az ő atya. Mert kiveszté a férfiú paráznákat az országból, és lerontá mind a bálványokat, amelyeket csináltak, volt az ő atyái. És Maakát, az ő anyját is megfosztá a királynéságtól, mivel hogy egy iszonyú bálványt csináltatott a berekben, és elrontá Assa az ő bálványát, és megégeti azt a Kidron pataknál. De ha a magaslatokat nem rontották is le, mégis Assának szíve tökéletes volt az Úrhoz életének minden napjaiban. És bevitte az Úrnak házába az ezüstöt és az aranyat és az edényeket, amelyeket az ő atya és ő maga arra szenteltek volt. Egy érdekes leírás, amiből megláthatjuk azt, hogy Assa, mint az első reform király, milyen tevékenységeket tett. De mielőtt tovább mennénk, ha visszamegyünk egy gondolatra, a 14. vershez, ami meghatározza az egész emlékezésünket, olvassuk el még egyszer, azt mondja, de ha a magaslatokat nem rontották is le, mégis Assának szíve tökéletes volt az Úrhoz életének minden napjaiban. Mintha az író, aki lejegyezte az igében ezen gondolatokat, mintha egy kicsit olyan kétkedő módon fogalmazná meg ezt a Biblia verset. Mintha érzik ezen sorokban, hogy ott van a fájdalom, hogy valami nem így kellett volna legyen, és pedig a magaslatok miatt bánkódik a Királyok könyvének az írója. Nézzük csak meg még egyszer. De ha a magaslatokat nem rontották is le, tehát úgy érzik, mintha le kellett volna, de hát ha mégsem, mégis ennek ellenére, tehát Assának szíve tökéletes volt az Úrhoz életének minden napján. Minthogyha nem értené a Királyok könyvének az írója, hogy lehet kegyes életet élni, hogy lehet Istennek tökéletes, Isten szíve szerint való életet élni, holott valamit le kellett volna még roncson, de mégsem tette meg. És ez egy nagy kérdés a Királyok könyve írójának. Igaz, hogy Assa király volt. Igaz, minden lehetősége megvolt arra, törvény a kezében volt, ő volt maga a törvény, ő alkotott, ő dönthetett le,
és ahogy sok mindent megtett, igaz, bálványokat, paráznákat és mindeneket lerontott, még saját édesanyját sem kímélte meg a bálványimádástól való eltávolítástól, és ilyen formában mégsem tett meg mindent. Egy népnek a kudarca tulajdonképpen, amit itt a királyok könyvében végig láthatunk. Hogyha a következő képre tovább megyünk, nem másról van itt szó, mint nézzük csak meg, hogy ki is írja a könyvét ennek most ki írja a királyok könyvét. Elsősorban egy olyan valaki kéne, hogy írja, aki lényegében jelen volt a Jeruzsálem dicsőséges korszakának. Aki jelen volt ott, amikor maga a templom, csodálatosan virágzott és működött. De ugyanakkor jelen volt abban az időszakban is, amikor a nép már megérte a babiloni fogságnak az időszakát. Sokan a bibliai tudósok, biblia kommentátorok úgy gondolják, hogy maga Jeremiás próféta volt az az illető, aki jelen volt ebben az időszakban, és bizonyára az ő írása, az ő munkája a királyok könyvének az egész hosszú szakasza, úgy az első, mint a második királyok könyve. Mert ő jelen volt úgy a templom építésénél, jelen volt nagyon sok esetben, amikor általa az Úr üzent, hogy meg kéne változtatni a népnek az útját. Jelen volt nagyon sok profétálásra, amikor rajta keresztül az Úr proféciákat küldött a nép számára. A nép nagyon sok esetben nem akart hallgatni erre. De hogyha nem is Jeremiás volt, akkor mégis valaki hozzá hasonló, aki minden helyen szemtanú és fültanú lehet. De nem is az a lényeg nekünk, hogy most ki az a név, akin keresztül a Jóisten megörökített a mi számunkra ezen két könyvet, hanem a lényeg az, hogy aki írja a királyok könyvét, annak szívének fájdalma az, hogy a nép végül is milyen úton jutott el a rabságba. Mint hogyha azt keresni az egész királyok könyvében, hogy jutott ide a nép. Miért is írja? Itt, ha a harmadik képre tovább megyünk, akkor megláthassuk azt, hogy tulajdonképpen azt keresi, hogy a dicsőséges salamoni korszakból hogy jutott el maga a nép a gyalázatos korszakra. Azt keresi, hogy látta, hogy a nép addig szabadságban és tökéletes szépségben virágzott, és a nép hova jutott? A nép eljutott a rabságba. És látja azt, hogy a nép áldások közepette élvezte az Istennek a jelenlétét és az Istennek az áldásait, és a nép élete egyszerűen átokká formálódott. És lényegében Salamon korával kezdődik, a dicsőséges, a templom, kicsit nem nagyon látszik ezen a képen, a salamoni templomnak egyfajta másolatát próbálja megjeleníteni ez a kép. És ebből a dicsőséges salamoni korszakból hogy jutott el, a másik képen láthatjuk maga a babiloni istárkaput, ami bevezette a népeket, amikor beléptek Babilonba. Tehát tulajdonképpen óriási különbség. Dicsőséges salamoni korszak, és hol végződik? A népnek a gyalázatával, a szégyenével, Sedékiás királynak a bukásával. És amit szeretnénk a továbbiakban megtekinteni, hogy maga Jeremiás, vagy aki írta a királyok könyvét, egy szisztematikus módon próbálja megfigyelni azt, hogy lehet ez az óriási különbség. Itt még fent van a nép, csodálatos áldásban, és végül is eljut a gyalázat és a rabságba. A fő témája a könyvnek nem más, mint amit maga Mózes is megfogalmazott, hogyha Jóistennek szolgáltok, akkor mi következik? Akkor jön az áldás. Hogyha nem az Istennek szolgáltok, akkor mi jön?
akkor jön maga az átok. A generál konferencia elnök testvérünk Ted Wilson testvér is már a mandátuma elejétől kezdődően igyekezett hangsúlyt fektetni az ébredés és a reformációra, és olyan üzenete volt, hogy időről időre próbáljuk ébren tartani a népet ezen a téren. Úgy gondoltam, hogy ez a királyok könyvének az áttanulmányozása talán segíthet mi nekünk abban, hogy a mi elődeink, az Izrael népének az áttekintése kapcsán talán rájöhetünk bizonyos lépésekre, amit lehet, hogy mi is elkövettünk, vagy pedig, ha még nem, akkor ne kövessük el ahhoz, hogy ne jussunk az átok korszakára. A fő témája a könyvnek tehát nem más, mint egy élő kép a nagy küzdelemről, és pedig az Izrael királyainak az élén. Tehát mert mindig az Izrael királyai voltak, akik mondjuk úgy meghatározták a népnek az erkölcsi színvonalát, és ezért próbáljuk a királyoknak a szemszögéből megtekinteni ezt a zuhanást. Mert amikor, meglátjuk mindjárt, amikor a király, a népnek a vezetője bálványimádásba merült, mi történt? Az egész nép bálványimádásba merült. Amikor a népnek a vezetője, a király, istenfélő életre buzította a népet, és saját maga is igyekezett ezen a téren maradni, akkor a nép is istenfélő életet élt. Tehát azért mondom, hogy tehát maga Izrael népének a sorsa, a nagy küzdelem, úgy is fogalmazhatnánk, hogy a vezetőknek a szintjén dőlt el abban az időben. És meg kell látni a küzdelmet és a harcot. A következő kép egy elég próbáltam valamilyen formában feltüntetni, hogy mi a királyoknak a sorrendje. Látunk itten kék oszlopokat, látunk piros oszlopokat, és mindegyik oszlop fölött van egy-egy szám. A kék oszlop jelenti a bálványimádás korszakát, vagyis a bálványimádó királyok mennyi évet zúdították a népre a bálványimádást. Az istenfélő korszak pedig a piros oszlopok, ugyancsak fölötte a számok jelzik, hogy hány év volt istenfélelemben eltelve ezen időszakból. Elég érdekes, itt nem számoljuk bele Sault, nem számoljuk bele Dávidot és Salamont. Hisz salamoni korszaktól kezd idő, úgy igazán ez a görbe a babiloni fogság fele húzódni. Tehát 20 királyról van szó, alul nem látszanak a királyok, de majd mondom. Kezdjük a leges legelején. Szeretném, hogy figyelemmel kísérnénk ezen diagramot, és próbálnánk közben az adatokat feldolgozni. A salamoni korszak után már Salamon is ugyebár elindította a báványimádást, mert bizonyos feleségeinek építetett magaslatokat és báványtemplomokat, de a salamoni korszak után következik, tehát az első oszlop 20 év báványimádás, a Roboám király idejében 17 év, és Abia, az ő fia idejében 3 év. Tehát a kettő együtt báványimádó korszak 20 évig. Ezen báványimádó korszak után következik Assa király, akiről olvastuk. Lényegében őt nevezhetjük az első reform királynak, aki próbálta a báványimádást megszüntetni is, és az Isten fele fordítani a népet. Tehát következik 66 év istenfélő korszak, vagyis kegyes királyoknak az élete. Assa uralkodott 41 évig, és Josafát 25 évig, ez összesen 66 év. A 66 csodálatos év után ismét jön a zuhanás, és 15 évig megint báványimádás, Jórám király, Akházia és Atália királyoknak az idejében, egymás után. Ezután következik megint egy csodálatos korszak, 137 év istenfélelem a királyok sorában, 4 király egymás után, Jóás, Amásia, Azária és Jótám királyok. Ezen csodálatos korszak után lássuk, hogy újból jön a zuhanás,
és 16 évig Akház uralkodás alatt bálványimádó korszak. Megint jön egy kis fellendülés, egy kis reform, Ezékiás király 29 évig megint a Jóisten fele fordítja a népet. Aztán jön egy nehezebb korszak, amikor már több a bálványimádás, mint az istenfélő, 57 év, itt maga Manassé, Amon, ők ketten töltik be ezt az időszakot. Úgyból jön egy kegyes korszak, Jósiás király idejében 31 évig, és az utolsó 22 év Izrael történelméből Sedékiással zárva, tehát Joakház, Jojakin, Jojakim és Joakház, akik bezárják a sort, amiután következik maga a rabság és a babiloni fogság. Miért érdekes ez? Menjünk tovább a következő képre, és ottan lehet, hogy jobban megértsük a fejleményeket. A virág egy kicsit rossz helyen van, de elmondom, hogy ott a sarokban még mi látható. Tehát, amit áttekintettünk az előbb, ez 20 királynak az élettörténete. 20 királyt, hogyha ketté osszuk, akkor volt 8 istenfélő király, és volt 12 bálványimádó király. Azt mondjuk, hogy több volt a bálványimádó király, mint az istenfélő ebben a 20 királyi korszakban. Sajnos középen, hogy más szint kapott az alap, nemigen látszik a különbség. Amiben abban a középső diagramban látszott a különbség, hogy tehát hiába csak 8 király volt istenfélő, mégis 263 év telt el istenfélelemben Izrael istenfélő 8 király alatt. És 130 és fél év pedig báványimádásban. Azt mondjuk, hogy kétszer annyi idő az istenfélő korszak, mint a báványimádó. Lehet azt mondjátok, túl sok a szám, de mindjárt rájöztök, hogy miért fontosak ezek. Ha lebontjuk egy-egy királyrot kisebb betűvel, tehát egy istenfélő király majdnem 33 évet uralkodott. Egy báványimádó király majdnem 11 évet. Tehát ott is a kétharmad különbség látszik. Tehát ha összevesszük, összeadjuk a két számot, 263 és 130, az 393 év és egy kevés. Ha ketté osztjuk, igaz, kétharmad rész istenfélelem, egyharmad rész báványimádás. Egy kicsit a Jelenések könyvére terelem a gondolatokat. Emlékszünk ott vissza arra, amikor magáról, sátánról van szó, hogy mennyi részt is térített maga mellé az angyalokból, amikor levetettet a földre. Egy harmad részt, azt mondja, az ő farka után vonza. Tehát az ég csillagainak, az ég angyalainak egy harmad része, igaz, elhitetődött sátán által, és sátán a rossz útra, mondjuk ugye a bálványimádásra, tehát nem az Isten félelemre terelte az ő gondolataikat. Elbuktak. Érdekes módon ebben a statisztikában is, amit láthattunk, lényegében itt is érdekes, hogy kétharmad rész az Isten félelem korszaka, és egyharmad rész pedig a báványimádó korszak. És tudjátok, most jön a nagy kérdés. Mi az írónak a nagy dilemmája? Hogyha kétszer annyi volt az istenfélő időszak, 263 év, és csak 130 év a báványimádás, és itt a nagy kérdés, hogy a nép mégis rabságba jutott? Hát nem tudta ez a kétharmad istenfélelemben eltöltött év ellensúlyozni azt a 130 évet, hogy a nép ne jusson oda, ahova Jóisten nem akarta, hogy jusson? Nem érdekes ez a kérdés? És ezt tanulmányozza a Királyok könyvének az írója, hogy miért jutott oda a nép, ahova jutott. Miért jutott a rabságba, miért jutott Babilonba, amikor mégis kétszer annyi volt az istenfélő időszak. És erre szeretnénk mi is megtalálni a választ. Nem fogjuk ezen a délelőttön megtalálni, délutánnak a végére
próbálunk keresni rá választ. Na, délelőtt inkább bevezetjük, hogy miről is van szó, és délután próbálunk néhány kérdésre is választ kapni. De még nézzük meg a továbbiakban, abban a kis időben, ami még hátra van, hogy milyen formában próbálta a királyok könyvének az írója analizálni azt, hogy hol történhetett a hiba. És a következő képünkön látjuk magát a 8 király, mert ugye a bálványimádó királyokról már nem beszélünk, ők egyértelmű, hogy rossz irányba vitték a népet. Maradunk csak a 8 királynál, akik reformkirályok voltak, kezdve Assától, és próbáltak istenfélő életre vezetni a népet. Ezt a 8 királyt majd meglássuk, hogy megint két részre kell, hogy osszuk. Tehát Assa, Josafát, Joás, Amásia, Azária, Jótám, Ezékiás és Jósiás. Most engedjetek meg, hogy néhány biblia verset elolvassunk, amelyek ott mellette fel vannak tüntetve, csak azon szövegeket, amelyekben kiderül az írónak a jellemzése, amin keresztül, vagy úgy is mondanám, azt a szemüveget, amit felvett, hogy meglássa, hogy hol lehetett a hiba, és hiszem, hogy egy-két-három vers után már mi is rájövünk, hogy hol látja a királyok könyvének az írója a hibát. Kezdjük talán a legelején, és engedjétek meg, hogy most ezeket a verseket röviden felolvassuk. Már felolvastuk a leges-legelsőt, tehát a 1 Királyok 15-14-nél tartunk, hadd olvassuk el még egyszer. De ha a magaslatokat nem rontották is le, mégis Assának szíve tökéletes volt az Úrhoz életének minden napjaiban. Nem kommentálok semmit, hanem megyünk tovább. 22. fejezet, 44. verse. Tehát következik Josafát király. 22-44. Csak hogy a magaslatokat nem rombolták le, és a nép még áldozott és tömjénezett a magaslatokon. Harmadik királyunk jellemzése Jóás király, 2 Királyok 2:3-ban olvassuk. Most bocsánat, nem 2, hanem 12, 2 Királyok 12. És ott a második és harmadik vers. És cselekedik Jóás kedves dolgot az Úr szemei előtt mindaddig, amíg Jojada pap oktatá őt. Azonban a magaslatok oltárai nem rontottak le, a nép még mindig ott áldozott és töményezett a magaslatok oltárain. Következik a negyedik királyunk, Amásia. Egyet lapozunk a 14. fejezethez, a Királyok második könyvében, harmadik verstől olvasom. És kedves dolgot cselekedett az Úr szemei előtt, de mégsem annyira, mint Dávid, az ő atya, hanem csak úgy tett mindent, mint az ő atya Jóás. Mert a magaslatokat nem rontották le, hanem a nép még mindig ott áldozott, és ott töményezett a magaslatokon. Ötödik királyunk következik, Azária, a 15. fejezetben, harmadik vers. És kedves dolgot cselekedik az Úr szemei előtt, mind aszerint, amint az ő atya Amásia cselekedett, csak hogy a magaslatok nem rontattak le, a nép még ott áldozott, és töményezett a magaslatokon. Következik a hatodik királyunk, ugyanitt a 15. fejezetben a 34-35. vers. 25 esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és 16 esztendőig uralkodott Jeruzsálemben, az ő anyjának Jérusa volt a neve, a Sádok leánya. És kedves dolgot cselekedik az Úr szemei előtt, mind aszerint, amint az ő atya Úzia cselekedett. Csak hogy a magaslatokat nem rontották le, még ott áldozott és töményezett a nép a magaslatokon, ő építette meg az Úr házának felső kapuját. Következik a hetedik király, a 18. fejezetben, Ezékiás, olvasom a harmadik verstől. És kedves dolgot cselekedik az Úr szemei előtt, amint az ő atya Dávid cselekedett volt. Ő rontotta le a magaslatokat, tört el az oszlopokat, vágta ki az aserát, törte össze az éckígyót is, amelyet Mózes csinált, mert mindaz ideig az Izrael fiai jó illatot tettek annak.
és nevezték azt Nékustánnak. Egyedül az Úrban, Izrael Istenében bízott, és utána nem volt hozzá hasonló Júda minden királyai között, sem azok között, akik ő előtte voltak. Itt már volt egy kis különbség, nem? És az utolsó királyt is olvassuk el, a 22. fejezetben Jósiás királyt. Itten több verset olvasok. Először a 22. fejezet második versében, tehát nézzük, itt is azt írja róla, hogy és kedves dolgot cselekedik az Úr szeme előtt, és járt az ő atyának, Dávidnak minden utaiban, és nem tért el sem jobbra, sem balra. 23. fejezethez lapozunk, egyszer a 8. vers. És behozta az összes papokat Júda városaiból, és megfertőztette a magaslatokat, amelyeken a papok tömjéneztek, Gébától egész Beer-Sebáig, és lerontotta a kapuk mellett levő magaslatokat is, amelyek Józsuénak a város fejedelmének kapuja előtt voltak balkészfelől a város kapujában. És az utolsó versek a 13. verstől. Azokat a magaslatokat is megfertőztette a király, amelyek Jeruzsálem előtt voltak az olajfák hegyének jobb felől levő oldalán, amelyeket még Salamon, az Izrael királya épített volt Astóretnek, a Sidonbeliek utálatosságának, és Kámosnak, a Moábiták utálatosságának, és Milkomnak, az Amon fiai utálatosságának, és összetörte az oszlopokat, és kivágatta az aserákat, és azok helyeit embercsontokkal töltötte meg. Még azt az oltárt is, amely a Bételben volt, a magaslatot, amelyet Jeroboám, a Nébát fia csinált, aki vétekbe ejti az Izraelt, azt az oltárt is, és azt a magaslatot is letörte, és a magaslatot felégette, porrá tette, és az aserát megégette. Hát azt mondjátok, hogy hát kicsit egyhangúak voltak ezek a Biblia versek, amit olvastunk. Ezt szerettem mondani, saját fületekkel halljátok, saját fülünkkel halljuk azt, hogy lényegében mi alapján, milyen szemüvegen keresztül figyelt a királyok könyvének írója ezen királyoknak a jellemzését. Mi volt, ami úgy kicsengett a ti fületekbe, amit nagyon sokszor hallottatok? Itt, ha visszatérünk igen a királyokhoz, az első 6 király hiába a báványokat összetörte, a férfi paráznákat, meg mindenféle rossz dolgokat kiírtott, igaz? Valamit meghagyott. Mit hagyott meg? A magaslatokat meghagyták. Ellenben az utolsó 2 király, a 7-es és 8-as, Ezékiás és Jósiás, ők viszont, úgy ír az írás, a magaslatokat is. És még annál többet, az érckígyót, amit még valamikor Mózesnek mondott az Úr csinál, de másra használták, mint annak az eredeti rendeltetése volt. És még sok minden mást, amit a többiek nem tettek meg, ők azokat is, azokat a magaslatokat is lerontották. És itt már valamilyen formában kicsit kezd tisztulni a kép előttünk. És pedig a következőben, menjünk a következő képünkre. A piros korszak, az istenfélelem, a kék oszlop, a báványimádás, és ehhez hozzá kerül a magaslatoknak az időszaka is. Tehát az istenfélő 263 évből 203 évet le kell vonjunk, mert nem volt tökéletes istenfélelem abban az időben sem az Isten népében. Valódi istenfélelem csak 60 évben volt. És akkor már rögtön kicsit logikusabbnak tűnik nekünk, hogy a salamoni dicsőségből miért került a nép a babiloni fogságba? Mert a 393 évből, most nem látszik ott lent összesen, 333 év nem igazán istenfélelemben. Tehát egy része tökéletes báványimádás volt, de a másik része csak olyan immel-ámmal, de nem tökéletes Istennek való szolgálat volt. Hogyha lehet azt mondjátok, hogy miért tettem mégis a magaslatokat is erre az időszakra? Azért, mert ha Jóisten azt mondja, vagy teljesen nekem szolgálsz,
Istené nincs az, hogy csak fél szívvel, csak fél életemmel, egyik nap neki, egyik nap másnak. Jóisten teljes szívet kíván, teljes elmét, teljes lelket vár az embertől, és ebben a zöld időszakban, a magaslatok időszakában ez hiányzott. Ha végigolvasnánk a más jellemzését a királyoknak, már nem olvassuk, mert nincs idő rá, de az első 6 király, aki a magaslatokat is megtűrte, mindegyiknek az életében nagyon súlyos dolgokat olvasunk. Assa király, ugyebár élete végén börtönbe zárta a prófétát, betegségében, amit a Jóisten megengedett az életében, nem az Urat kereste, tehát elcsúszott az élete végére. Vagy ott volt Josafát király, kiirtotta a magaslatokat, de mégis úgy olvassuk a 20. fejezet 33. versében, hogy de nem teljes szívből szolgált az Istennek. Nem teljes szívből. Akkor más királyról már nem mondom név szerint, van, aki csak addig, ameddig Jojada pap élt, igaz? Utána már, mikor elment, elindult a báványimálás. Addig a proféta vagy a pap féken tartotta, addig féken volt. Utána már elengedte a gyeplőt. Vagy a másik elutasította azt, hogy templomba járjon. Igaz? Egyszerűen a király nem jár templomba. Hát milyen példa volt ez a név számára? Milyen példa volt? A másik, ő akart a templomban, ő meg túlzásba vitte, ő akart a füstölőket ottan intézni, és a tömjént. És akkor nép mondta a papok, hogy hát ez nem neked való. És a Jóisten poklossággal verte meg, és úgy is halt meg a poklosságban. Tehát ez a 6 király életében is, de nem volt teljes szívvel Isten félelem. És ezért látszik, hogy miért hagyták meg ott azokat a bizonyos magaslatokat. Tehát Ezékiás és Jósiás király marad, összesen a kis 60 évükkel, akik kiirtották a magaslatokat is, és megcsináltak már mindent, amit lehet. És ha olvasnánk az ígében, Ezékiás király idejében történt meg még valami, ami addig 254 évig nem volt Salamon idejétől kezdve. Mi volt az? Milyen ünnep, amit elhanyagoltak? Az az ünnep, amit azt mondta az Úr, hogy ezt mindig megtartsátok. Ez volt a húsvét ünnepe. Salamon időszakától nem volt 254 évig, még eljött Ezékiás királynak a korszaka. És újra a húsvétot megtartották. De még mindig nem volt, az sem egészen tökéletes. Mert úgy ír az írás, ha Jósiásnál elolvassuk, hogy olyan húsvét, amilyen Jósiás idejében, tehát mindenféle formában, megreformálva, helyrehozva, a szolgálatok, az énekesek, a templomban és mindenben, na ilyen húsvét nem volt még annak előtte, nagyon-nagyon régen. De már ez a 60 év nem tudta befolyásolni a 333-at. És a nép, ha bár látszólag a Jóistennek szolgált, időnként, mégis nem teljes szívvel, ezért az erkölcsi szint lefele és lefele ment, zuhant és zuhant, még végül bekövetkezett a babiloni fogság. És végezetül egy-két gondolattal összegezzük az eddig elmondottakat. Elég nyugtalanító, nem? Amit Assáról is olvasunk, hogy van ott egy kis szó, hogy mégis, ha a magaslatokat nem is rontotta le, mégis az ő szíve tökéletes volt az Úrhoz életének minden napján. Ha lehet így az Istennek szolgálni, szolgálhatok én úgy, vagy te, kedves testvérem, az Istennek, hogy úgy, mint Assa, mert a mi saját életünk felett mi vagyunk a királyok, mi vagyunk az urak. Assának a kezébe volt a törvény, ő megtett ott volna mindent, hogy a teljes reformot létrehozza az ő és a népe életében. De valamit megtűrt. Lehetek én ilyen helyzetben, mint Assa? Én is megtehetném, hogy ezt is, azt is, amazt is még lerontom, és félreteszem, mert tudom, hogy eltávolít a Jóistentől. De úgy gondolom, hogy ha ezzel együtt is lehet tökéletesen szolgálni az Úrnak, vajon nem csúszok-e el én is
életem végén, mint Asa, hogy amikor a proféta egy bizonyos hírre jön hozzá, akkor nem akar elfogadni, és félrelöki, börtönbe veti, és eltávolodik a Jóistentől. Ez a veszély fennáll. Ez a veszély mindig fennáll, amikor nem tökéletes szívvel szolgálok az Istennek. Asa nem egy személyes csatát vesztette el. Ő volt az első reformkirály. Nagyon jókat tett, és jó irányba indult el. De nem tett meg mindent. És ezzel egy rossz példa lett a következő nemzedékek számára. Tehát ő már elvesztette a csatát, az utána következő nemzedékek részére is, mert rossz példát mutatott. Dávid volt a példaképe, de nem tökéletesen másolta le Dávidról a reformot. A hat királyról egy másik érdekesség, amit olvasunk, megint van különbség Ezékiás és Jósiás és a többi hat király között. Az első hat királyról mindig azt olvastuk, ha volt lehetőségetek megfigyelni, hogy ők mindig az ő atyjukról vették a példát. Assáról, vagy az ő atyjukról, az előző reformkirályról. Amit azt tett, hát ha úgy tette, úgy kell tenni, és úgy jó. Magaslatokat meghagyta, jó, akkor én is meghagyom. De Ezékiás és Jósiásról mit olvastunk? Nem Assáról vették a példát, nem az előző királyról vették a példát, hanem Dávidról vették a példát. Aki volt, amilyen volt, de Isten szíve szerint való ember volt. Mert a tévedett is megbánta, és megtett mindent, hogy helyrehozza. Kedves testvérek, zárjuk ezen gondolatainkat, és el kell azt mondjuk, hogy nem szabad megtűrni az a bűnt a mi életünkben. Valahol megtűrünk egy kicsit, az nem teljes reform. Az nem valódi ébredés, és nem felfele fog vinni, hanem hosszú távon lefele. Lehet, hogy az én életemben még nem látszik, de a gyermekem életében már jobban, az ő gyermeke életében, az unokában már még jobban, és aztán hova jut végül is az én nemzedékem, igaz? Az én családfám, hova jut? Vajon milyen példát mutatok az én reform törekvésemben, hogy felfele, vagy pedig, hogy lefele viszi a következő nemzedékeket? Amikor megtörünk egy kis bűnt a mi életünkben, Izrael népéből látjuk, hogy előbb-utóbb romlásba visz. Előbb-utóbb romlásba visz. Egy másik dolog, ami nagyon fontos, nem mindegy tehát, hogy milyen az én életemnek a reformja. Nem mindegy. És azért nem mindegy, mert nem mindegy, hogy kiről veszem a példát, amikor én meg akarom reformálni az életemet. Ne áltassuk magunkat, hogy ó, én már sok mindent megtettem, mert ezt írja a Máté 7. fejezetében is, hogy Uram, Uram, hát nem a te nevedben tettük ezt és azt, és mit mond? Nem ismerlek. Nem is. Távozz tőlem. A magaslatokat nem rontottad le. Kedves testvérek, Jóisten segítsen meg bennünket, hogy úgy álljunk hozzá, újból, most már nagyjából szabadságidőszakon túl vagyunk, sokan el voltunk mentve, nagyjából hazajövünk, lehet, hogy egy pihenő időszak, lehet volt mindenkinek egy kis ideje, fiatalok egy része felmentünk a magaslatokra, és ott gondolkoztunk a hegyek ormain, hiszen mindenki magában és közösen, hogy is lehetne jobbá tenni a mi életünket. De ne csak ott maradjanak ezek az elhatározások, hanem mindannyiunk életében újból fogjunk neki. Tegyünk eleget, nem a mi generál konferencia elnök testvérünk kérésének, hanem a Jóisten kérésének, hogy igazán szolgáljatok én nekem. Ébredjetek, reformáljátok meg életeteket, mert még sok javítni való van rajta. Jóisten segítsen meg, hogy nem a bűnt megtűrve, Jézus Krisztusról és nem másról véve a példát, tegyük meg a szükséges lépéseket, és akkor nem a rabságban, hanem Kánaánban fogunk kikötni. Amen. Két szóban szeretném elmondani, hogy délután mivel folytatjuk.
A rabság felé vezetett nép további lépéseit szeretnénk megnézni, és pedig egy kicsit konkrétabban. Először meganalizálni azt, hogy miért nem sikerült az első reformkirálynak, Assának a teljes reformot végrehajtani, talán, hát ha rájövünk, nem biztos. Miért akarta az író, hogy valóban a magaslatok eltűnjenek a nép életéből? És talán a legfontosabb kérdés, ami már bennünket is nagyon izgat, vajon mik lehetnek a mai Izrael népének a magaslatai, amit le kéne rontani? Ezekre a kérdésekre keressük a délután folyamán a választ. Amen. Délelőtti Isten tiszteletünk befejezésére énekelni fogjuk a 235-ös számú éneket. 235. Thank you.
Köszönjük, mennyi Istenünk, hogy Te Jézus Krisztuson akarsz vezetni bennünket, és hálásak vagyunk azért, hogy még oly sok türelemmel vagy irántunk. Mi, Atyán, kérjük a Te bocsánatodat, ami eddigi életünkre nézve. Oly sokszor tévedtünk, oly sokszor gyengék, gyarlók voltunk, és megtörtünk az életünkben bizonyos dolgokat, amelyek nem a Te neked való szolgálatnak a része volt. Istenünk, kérünk, segíts meg, hogy felismerhessük mindazokat az akadályokat, bűnöket, amelyek visszahúznak bennünket, amelyek becsapnak bennünket, és lehet, hogy áltatjuk magunkat, hogy mi istenfélő életet élünk, de mégis nem teljes szívvel tesszük ezt, és ezért a mi életünk lefele halad, és nem Te hozzád közeledünk. Bocsáss meg, Istenünk, nekünk ezt, és segíts meg, hogy felemelkedjünk, ismét tereád tekintsünk, szemtől szembe nézzünk Jézus Krisztussal, és újult erővel felállva tovább mehessünk, és győzedelmeskedhessünk. Így légy mindannyiunkkal, jó Atyánk, így segítsél meg bennünket, hogy valóban visszatükrözhessük a Te jellemedet, és a Te országodba juthassunk mindannyian kegyelmed által. Amen.
Ezen karénekkel és csendes imával Isten tiszteletünk véget ért. Egy áldott déli órát kívánunk mindenkinek, és szeretettel meghívunk mindenkit a 17 órakor kezdődő Isten tiszteletünkre.